Szia! Áron vagyok, üdvözöllek az Éberség blogon. Most egy egyszerű energetikai gyakorlatra szeretnélek meghívni, mégpedig arra, hogyan lehet egyensúlyba hozni a jobboldali és a baloldali energiacsatornát. Jobban mondva, az energiacsatornán áthaladó energiákat. Erről bizonyára hallottál, hogyha érdekel a spiritualitás, a lelkiség, akkor már bizonyára hallottál a yinről és a yangról, erről a két ellentétes energiáról, ami nem csak a világban nyilvánul meg, férfiban és nőben, vagy pedig az éjjelben és a nappalban, a sötétségben és a világosságban. Tehát nem csak erről a két ellentét, mégis erről a két ellentétes energiáról van szó, de ezek az ellentétes energiák ugyancsak megtalálhatóak mi bennünk, saját magunkban, és a legjobban ezt az indiai filozófia, jobban mondva ezek a jóga irányzatok írták ezt le a legjobban, az idanádival, a pingalanádival és a susumnanádival, ők már három energiacsatornáról beszélnek, nem kettőről, ami azt jelenti, hogy három, tehát három energia, három fő energia áramlik mi bennünk. De most nem szeretnék erről a háromról beszélni, csak kettőről, tehát a yinről és a yangról, vagy pedig a tamogunáról, illetve a ráncsogunáról. Ezek ilyen irányelvek, nem csak irányelvek, hanem ilyen tendenciák, ilyen részrehajlások, amik úgymond irányítják az életünket, hogyha megengedjük nekik. Öntudatlanul, tehát azok, akik nem is akarnak hallani ilyen energiákról, őket is irányítja ugyanez, ezek a hajlamok őket is irányítják. Például nagyon egyszerű azt mondanom, igaz, hogy amikor letargikusabbak vagyunk, amikor arra hajlunk, hogy panaszkodjunk másoknak, a sérelmeinket elpanaszoljuk egyéb embereknek, akkor a baloldali energiacsatornát használjuk túlzottan, jobban mondva azt az energiát, ami ezen az energiacsatornán áramlik. Tehát akkor jobban ragaszkodunk a múltbeli eseményekhez, az élményekhez, mindig arról a múltban élünk, úgymond, ahhoz kötődünk inkább, és elmondjuk, hogy milyen jó volt, ugyebár ezelőtt egy évvel, vagy két évvel, vagy öt évvel ezelőtt, és erről beszélünk másoknak állandóan, vagy pedig milyen jó volt az őskorban, vagy a kőkorszakban, vagy a középkorban, és milyen rossz ez a mai világ. Ez az egyik véglet. És hogyha ezt használjuk túlzottan, akkor bizony eljuthatunk odáig, hogy nem csak letargikusakká válunk, hanem akár már a depresszió felé kezdünk el hajlani. És ez nem visz jó irányba. És sőt, mint több spirituális szinten pedig az ilyen személyek, akik ezt az energiát használják túlzottan, ők hajlanak az okkultizmus felé, a múltbéli, a spiritizmus felé, a fekete mágia felé, vagy ilyen energiákat, vagy ilyen irányzatokat, vagy boszorkányságot például próbálják meg, tehát ezeket, és a holdat tisztelik minden felett, meg az éjszakai életet, vagy az éjszakai, az éjjeli mágikus pillanatoknak élnek inkább. A másik oldal pedig az antagonista része, az ellentétje pedig a jobboldali energiacsatorna, vagy a jobboldali hajlam, ez a Rajoguna, ami pedig az irányítással kapcsolatos, tehát másoknak a dominálásával jár. És ebből is nyer energiát, hogy másokat képes ledominálni. Ez pedig azért, végtére azért nem jó, mivel az illető személy túlzottan a jövőben él, tehát túlzottan tervez. Nem azt mondom, hogy nem ajánlatos tervezni, mert kell tervezni, de hogyha átesünk a lónak a túloldalára, hogyha csak tervezünk,
Csak azzal foglalkozunk, hogy mit fogunk 5 perc múlva csinálni, vagy mit fogunk 1 év múlva csinálni, vagy 2 év múlva, vagy 5 év múlva, vagy 10 év múlva. És hogyha túlzottan hajlunk igaz a technika irányzatába, a science fiction felé, tehát a sci-fi felé, akkor azt magunkról tudhatjuk, hogy jobban használjuk ezt az energiát, ezt a hajlamot, amelyik bizonyos szinten ugye a jövőbelátás felé vissza, akkor a gyógyítás felé, vagy a levitáció, vagy auralátás, vagy ilyen képességek felé sodorhat el, akár téged is a spirituális világban. Viszont ezek az erők, amikről így szó van, ez nem feltétlenül visz jó irányba, egy bizonyos szint után. Az elején segít, meg minden nagyon szép, minden nagyon jó, a napos oldalon el vagy, a fényben, de viszont ez a fény egy idő után akár meg is vakíthat. És azt pedig mondhatjuk azt, hogy az ego fénye, egy finom szintű fénye az egónak. És főleg, hogyha már elkezded látni a fényt, akkor azt jelenti, hogy az a fény az már rajtad kívül van, tehát azt már látod. Na tehát sem a hold, sem a nap, tehát ez a két energia, amikor elkezdi dominálni az életedet, vagy ennek, akár ennek szenteled az életedet, akkor kibillenhetsz az egyensúlyból. Tehát ez az egyensúly vesztés léphet fel. Nyugodtan használhatod a bal energia csatornát, nyugodtan használhatod a jobb energia csatornát, sőt ezeket az energiákat, semmi gond, de ne uralkodjon el rajtad. Vedd észre, mikor billent ki az egyensúlyból, és mikor lépsz ismét egyensúlyba. Most egy olyan gyakorlatot mutatnék meg neked, amivel egyensúlyba hozhatod ezt a két energia csatornát, ahhoz, hogy visszagyere, igaz, se a múltba, se a jövőben ne legyen, hanem inkább ebben a jelen pillanatban, mert az élet az most történik. Az élet az most van, ebben a pillanatban. Nem 5 perccel ezelőtt, ami volt, az már egy halott dolog, sem ami 5 perc múlva lesz, az még nem létezik, tehát jobban mondom, az is egy halott dolog. Viszont ebben a pillanatban, mikor akár beszélek hozzád, és te pedig ezt hallgatod, akár figyel meg a rezgéseket is, tehát figyel meg, hogy miket érzel az ujjbenyeidben, miket érzel a finom rendszereden keresztül, az idegrendszereden keresztül. Ez az, ami fontos, ez az, ami téged a jelenben tart. Nem a mágikus számok, sem az, ami sem az előző életek, sem a jövőbeli nem tudom hány életed, ami lesz. Ezek ilyen melléktermékei a lelkiségnek, amik talán annyira nem is fontosak. Na de hogy hozod magad egyensúlyba finom szinten? Mi az, amit érdemes tenned ilyen energia vesztés esetén? Tehát kibillenés esetén. Felhasználhatjuk természetesen az elemeket, amik minket körülvesznek. És ilyen elem például a Föld. A Föld anya, vagy akár a Föld, amelyel kapcsolatban vagyunk, tehát rezgés szinten, vibrációs szinten a Földdel kapcsolatban vagyunk, úgymond mindig, csak ezt nem érzékeljük feltétlenül minden pillanatban. Amikor ezt elkezdjük érzékelni, vagy akár segítségül hívni, akkor elég annyit tenni, hogy tehát a két lábunkat, azt a két talpunkat a földre helyezzük, a bal tenyerünket azt az ölünkbe helyezzük, és a jobb tenyerünket pedig lelógatjuk a föld fele. Tehát így simán le lehet lógatni, hogyha földön ülsz törökülésben vagy lótuszülésben, akkor lehelyezed a jobb tenyeredet a földre. Ezáltal fizikailag is kapcsolatba kerülsz a földanyával, de a legjobb, hogyha finom szinten kezded el érezni, rezgés szinten a kapcsolatot a földanyával. És ekkor pedig akár becsukhatod a szemed, és a tested baloldali részére helyezed a figyelmet.
És ezt a gyakorlatot, főleg akkor végezt, hogyha, tehát a baloldali részre akkor helyezd a figyelmet, hogyha úgy érzed, hogy ilyen letargikusabbá válsz, vagy érzed, hogy már így a letargia, vagy az a passzivitás, a melankólia kezd nyomni, akkor ne engedd, hogy hatalmába kerítsen teljes mértékben, hanem akkor ülj le szépen így meditálni, csukd be a szemed, jobb tenyeredet helyezd a földre, és akkor a figyelmed pedig legyen ezen a bal csatornán, és kérd a földanyát, és akár a kundalini energiát is kérhet, ezt az anyai szeretetet, hogy vegye át, távolítsa el belőled ezeket az érzéseket, a múltbéli ragaszkodásokat, a letargiát, a letargikus állapotot, akár a depressziót. És nagyon fontos, hogy ne csinálj semmit. Csak érezd át a kapcsolatot a földanyával, és figyelmedet helyezd a bal tenyérbe. És amikor a tenyér elkezd hűlni, tehát nem hideg, nem jéghideg, hanem a melegből átmegy egy ilyen hűvös, ilyen kis bizsergő érzéssé. A legjobb, hogyha hűvöset érzel, de a tenyered fölött. Tehát nem a tenyered hülle válik jéggé, vagyis ilyen jegessé, hanem a tenyered fölött érzel egy ilyen kis hűvös áramlatot, egy kis hűvös szellőt. Akkor egyensúlyba jön a bal csatorna. Majd pedig, hogyha ez megtörtént, akkor a jobb tenyeredet helyezd vissza az öletbe, és a bal tenyeredet pedig emeld fel az ég felé, tehát az ujjbegyek azok az ég felé mutatnak, és a tenyér pedig hátra fele néz, tehát hátra fordítod a tenyeret. És ez így körülbelül a füled mellé helyezd, a bal füled mellé a bal tenyered ilyen magasságban, és ekkor pedig a levegő elemet kérjük meg, tehát ezt a, vagy akár az éterikus közeget, tehát ezt a környezetünkben lévő finom elemet, hogy távolíts el a hőt a jobboldali csatornából. Figyelmed, az lehet a jobboldali energiacsatornán, és hagyd ezt a hőt eltávolodni a jobb tenyérből. Tehát kezd lehűlni a jobb tenyér is lassan, főleg akkor, hogyha túlzottan aktív vagy, túlzottan tervezel, akkor ez az energiacsatorna felhevül. És akkor jól lehűteni. És a legkézenfekvőbb ezt a gyakorlatot elvégezni. Csak hagyjuk, hogy a jobboldali energiacsatornából áramoljon át a meleg az éterbe, vagy a levegőbe. És akkor nagyon fontos, hogy ne akarjunk semmit se elérni. Ne gondoljunk semmire. Nem csak hagyjuk megtörténni a dolgokat. Hagyjuk a kundalini energiát egyensúlyba hozni a finom rendszerünket, a jobboldali energiacsatornát.
Hát ez a két gyakorlat lenne az, most már kinyithatod a szemed. Ezzel az egyszerű gyakorlatokkal, finom szintű energetikai gyakorlattal hozhatod nagyon könnyen egyensúlyba magad. Egyensúlyba ezt a két szélsőséges energiacsatornát, vagy energiát, ezt a yint és a yangot. És ezt nyugodtan alkalmazhatod otthon, vagy akár munkahelyen, hogyha el tudsz vonulni valahova, és úgy érzed, hogy már egy kicsit túl sok, vagy túl sok energiát veszítettél el, tehát fellépett egy ilyen egyensúlyvesztés, akkor bátran ezt alkalmazhatod. Hát a lényeg az, hogy egy ilyen meditatív állapotba bekerülj, és hagyd magad egyensúlyba jönni. Csak kérd ezt a kundalini energiát, hogy segítsen téged. Na hát, kívánok neked mély meditációkat, éberséget, önvizsgálatot, és kellemes, örömteli napokat. Szia!